Új élelmiszerbolt nyílt Török Bálinton a régi helyén. Esztelek Sándor Török Bálint polgármestere is kiemelte megnyitó beszédében. Igen, én nekem is eszembe jutott, hogy annak idején ezt a kis áruházat, ezt a boltot még édesapám adta át, és nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy ennek a felújított más cég által üzemeltetett épületet most itt átadjuk a török bálintiaknak. Én azt tudom mondani, hogy az előző üzlet az a szívünkhöz nőtt. Szerették a török bálintiak, voltak a török bálintiaknak az üzlettel kapcsolatban észrevételeik, voltak, hogy mást szerettek volna, ezen a működtetőt mindig megpróbált változtatni, de hát az élet azt követelte, hogy egy nagyobbat kell előre lépni, és egy nagyon komoly színvonal emelkedést kell elérnünk. Egyébként ezt a török bálintiak az elmúlt időszakban igényelték is. Nagyon örülök neki, hogy a Spar áruházlánc lett ennek a működtetője, franchise rendszerben. Én abban reménykedem, és az a remény az, azt hiszem, hogy táptalajra is fog találni, hogy a török bálintiak most ezzel a színvonal növekedéssel meg fogják találni azt az igényt, el fogjuk érni náluk, hogy megelégedéssel használhassák ezt a újjáalakított áruházat, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon komoly színvonalbelül előrelépés lesz Török Bálint belvárosának az életében, és nagyon remélem, hogy ugyanezt fogja elérni majd egy-másfél hónap múlva az ennél azért tételesen nagyobb spáráruház majd kinn a körforgalomnál is. Én nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltek azzal, hogy megkértek arra, hogy beszéljek egy pár szót. Én pedig köszönöm mindannyiuknak a munkáját. Nagyon szépen köszönöm a spáráruháznak, hogy spáráruház láncnak, hogy Török Bálintot most kiemelten figyelembe veszi, és most már két áruház is nyílik az elkövetkező időszakban. Ha bármiben tudunk segíteni, alpolgármester úr, jó magam, akkor állunk a áruházlánc rendelkezésére, és mindent megteszünk ahhoz, hogyha az önkormányzattal van valami kérésük, akkor ez zökkenőmentesen történjen meg. A török bálintiaknak pedig kívánom, hogy használják, hát főleg ebben az időszakban egészséggel ezt az épületet. Köszönöm szépen, hogy meghallgattad. Hát azt gondolom, ez egy nagyon nagy mérföldkő, hiszen aki török bálinton lakik már az egy ideje, vagy akár csak néhány éve is tudja, hogy ez az üzlet, ami itt van a postánál, ez a Török Bálint belterületén található egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb eladóterű üzlet, ami mind élelmiszer, mind vegyi áru hús tekintetében már azért, hát ha jól emlékszem, én gyerekként még ennek az ABC-nek a helyén homokoztam. Tehát jó pár 30-40 éve van itt Török Bálinton, és egy olyan minőségi váltás következett be a Spárnak a megjelenésével, amire azt gondolom, hogy Török Bálint település már régóta várt. Hatalmas öröm ma itt lenni, ez a 201. franchise üzletünk Magyarországon, amit mai nappal átadunk. Azt gondolom, történelmi fordulóhoz érkeztünk, hiszen lassan már jön a 300. hogyha ilyen sebességgel folytatjuk. Viszont félretéve azt gondolom, hogy az első pillanatban, amikor megérkeztem ebbe az üzletbe, el sem hittem, hogy mit látok, hiszen az üzlet szinte kétszer akkorával vált, mint amekkora volt annék, hogy a falakat megmozdítottuk volna. Elképesztő mennyiségű tudás, energia, odafigyelés és a részletekkel való törődés van benne. Ehhez gratulálok, kívánok hozzá nagyon-nagyon sok sikert, nagyon sok elégedett vásárló Török Bálinton. Az ünnepélyes szalagátvágáshoz mindenki maszkban sorakozott fel, hiszen a biztonság nagyon fontos, ebben erősített meg bennünket alpolgármester úr is. A vírusnak az első fázisánál itt a tavaszi, koratavaszi, tavaszi nyár elő időszakban, és szerintem a török bálintiak megtanulták azt, hogy hogyan kell védekezni és odafigyelni egymásra a vírussal kapcsolatban, hogy a problémákat és a fertőzés veszélyt azt a lehető legjobban ki tudjuk küszöbölni, és azt kell mondjam, hogy azokat az intézkedéseket, amelyet polgármester úr is az önkormányzat és a különböző szakhatóságok, hivatalok hoztak meg, török bálintiak egészen jól betartották és megtartották, odafigyeltek mind a piacon, mind más közösségi tereken is, és az, ami nagyon fontos, szerintem nagyon toleránsak és odafigyelőek vagyunk egymásra, segítjük egymást, és a török bálintiak ebben szerintem egy nagyon nagy piros pontot érdemelnek. Bízom benne, hogy ebben a várható második hullámban és a második fázisban is hasonlóan tudunk védekezni, és hát ahogy polgármester úr szokta mondani, Török Bálinton senki sincsen egyedül, bárki bármikor számíthat ránk,
polgármester úrnak, a hivatalnak és az összes képviselőnek az ideje, a telefonszáma nyitott, ismert, tehát bárkit bármikor lehet ezzel kapcsolatban keresni, és segíteni fogunk. Polgármester úr, mit jelent a település életébe az, hogy megnyílt a Spári Török Bálinton? Úgy gondolom, hogy egy nagyon komoly minőségi változást fog jelenteni. Nagyon nagy igény volt már rá hosszú évek óta, és azt hiszem, hogy ezzel, hogy a Spár veszi át, és a Spár franchise-ban fog ez működni ez az üzlet, ez egy garancia arra, hogy milyen minőséget fognak kapni a Török Bálintiak a jövőben. Rövidesen megnyílik egy nagyobb Spár áruház is itt Török Bálinton, erről mit lehet tudni? Én úgy tudom, hogy október vége a tervezet. Hát, hogyha valaki megérkezik az M1-es autópálya felől, és eleve ránéz már arra a területre, ugye tudjuk, ott van a Török Bálint felirat, a rendbehozott körforgalommal, és meglátja, hogy mióta itt élek, az egy dzsumbúj volt, és hogy mi lett a helyén, hát azt hiszem, hogy megelégedéssel tölti el a Török Bálint, egy teljes kultúrkörnyezet. Én azt hiszem, hogy ott a Spár szintén kitett magáért. Az önkormányzat miben tudta segíteni ennek a két üzletnek a létrejöttét? Tulajdonképpen mi készények elé voltunk állítva annak idején, hiszen a Spár Magyarország, mikor jött, akkor hozzánk megkeresett minket, akkor ők már úgy kerestek meg minket, hogy ők ezt a területet megvették, hiszen semmi szabályozási tervmódosítást nem kellett végrehajtani, hiszen egy áruházat lehetett, tehát az is volt tervezve. Annyiban tudtunk segíteni, hogy az ügyek intézésében megpróbáltuk felgyorsítani, vagy megpróbáltuk a kapcsolatrendszerrel segíteni a munkájukat, hogy minél gördülékenyebben menjen a kivitelezés. A koronavírus kellős közepén nem hagyhatom ki, hogy megkérdezzem a polgármesteret, hogyan gondolja, fegyelmezettek a Török Bálintiak? Fegyelmezettek a Török Bálintiak, a fiatalokkal van egy kis problémám. Tehát szerintem ők ezt még nem nagyon érzik, nem is érzik magukat annyira veszélyben, hiszen ők nincsenek kitéve azoknak a komolyabb megbetegedéseknek, amivel az idősebb korosztály. Én azt kérem a fiataloktól, hogy tartsák be azokat az intelmeket, amelyeket az egészségügyi kormányzat, operatív törzs mond, és hordjanak maszkot, és lehet, akkor ne csoportosuljanak, tartsák be a távolságokat, hiszen hogyha ők ezeket a betegségeket megkapják, akkor ők ezt haza fogják vinni a nagyszülőknek, a szülőknek, és ott már veszélyesebb lehet ennek a kimenetele. Megragadnám az alkalmat, hogy tudunk beszélni. Pillanatnyilag a városban van valami említésre méltó esemény? Nálunk most a városban annyi karanténos van, amennyi még sose volt. Tehát az egész, szerintem az egész tavaszi idény alatt nem volt annyi, mint amennyi ez most a rendőrök járnak ellenőrizni. Fogok kapni egy pillanatnyi helyzetjelentést a rendőr parancsnok asszonytól, és egyébként megkeresem nincsenek pontos információm arról, hogy mennyi koronavírusos van Török Bálinton, de meg fogom keresni a INTS vezetőjét, és kérek tőle egy jelentést még a mai napon. A város első embere hogyan védekezik, hogyan tud védekezni, főleg amikor eleget kell tenni mondjuk egy ilyen megnyitásnak, aztán megy egy következő helyszínre? Hát amennyit tudok, védekezek. Megpróbálom azokat az intelmeket betartani, amit tavasszal volt. Tehát megpróbálok távolságot tartani, minél többet hordani a maszkot, nyilván beszélni nem nagyon tudok. Kézmosás, kézfertőtlenítés. Hát és ugye nekem jutott az a feladat, hogy nekem kellett intézkednem arról, hogy az intézményeinkben kötelezővé tettem a maszk használatát, a lázmérést és a kézfertőtlenítést. Ezt minden intézményben megtettem. Úgy veszem észre, hogy az emberek értik, hogy miről van szó. Nagyon kevés az, aki kételkedik ennek a vírusnak a károkozásában, vagy hogy mit fog ez tenni, vagy egyáltalán van-e ilyen, jelzem, hogy van. Tehát, hogyha úgy gondolják, hogy ilyen nincs, akkor tudunk adni egy-két olyan orvosnak az elérhetőségét, akik lélegeztetőgépen voltak és átestek ezen, és van között 40 éves is, meg 65 éves is.